Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit. Önök a Szívdobbanás nevű műsorunkat nézik. Egy rohanó világban élünk, ahol az értékek változása is nagyon hamar végbe megy, egyéni, családi és társadalmi szinten. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ebből kilépni, az igazi válasz az, hogy csak Isten társaságában. Meg kell találjuk a közösséget Istennel. Ezzel együtt megtaláljuk a nyugalmat. Ebben szeretnék segíteni műsorainkkal a tévénézőknek. Aztán sokan úgy képzelik el Istent, mint aki megvan a maga mennyei világában, mi pedig a mi földi világunkban. Lehet-e együtt járni Istennel, foglalkozik-e velünk vagy nem? Erre a dilemmára kapunk választ Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák életét tanulmányozva. Kövessük most figyelemmel Kis Juhász Vilmos lelkipásztor ige hirdetését, aki Jákob életútjával foglalkozik sorozatunk következő epizódjában, a kolozsvári Magyar Baptista gyülekezet előtt hirdetve az igét. Legyen Isten áldása ezen a műsoron! Mélységből kiálltok, Uram, halld meg hangomat, jaj szavaimat, megtört szívvel várok rád, Uram, jól ismert és békességet ad, magasztallak Teremtés könyvéből, Mózes első könyvének 39. részéből olvasok az ígét. A 39-es rész első 16 versét olvassuk ez alkalommal, tehát Mózes első könyvének, Teremtés könyvének 39. részéből a 39. fejezet első 16 versét a következőképpen találjuk megírva. József pedig alávitették Egyiptomban is, megvevé őt az ismálitáktól, kik ott őt oda vitték, vala egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. S az úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala az ő egyiptomi urának házában, s látá az ő ura, hogy az Úr van ő vele, s hogy valamit cselekszik, az Úr minden szerencsését ez az ő kezében.
kedvessé lőn azért Mózes az ő ura előtt, és szolgálvala néki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen vala, kezére adá. S lőn az időtől fogva, hogy házának is, amilyen volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért, és az Úr áldása vala mindenen, ami a csak volt a házban és a mezőn. Mindent azért valamilyen vala József kezére bízá, és semmire se vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arcú vala. S lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veti szemeit, és mondta: hálj vele! Ő azonban vonakodik, s mondta az ő ura feleségének: ímé, az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs, az ő háza dolgaira, s amilyen van, mindenét az én kezemre bízá. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában is, tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? És lőn, hogy az asszony minden nap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgat a rejá, hogy vele hájon és vele egyesüljön. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közül senki sem vala ott benne a házban. És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: hálj velem! Ő pedig ott hagyá ruháját az asszony kezében, és elfuta, és kimére. És akkor látja vala az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezébe hagyta, és kifutott, összehívva a háznépet, és szól a hozzájuk, mondván: lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, és én fennszóval kiálték, és lőn, amint hallja valahogy fennszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyja, és elfuta, is kiméne. Megtartá azért az ő ruháját magánál, még az ő ura hazajöve. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Még hogy nem a ruha teszi az embert. Ezelőtt két résszel is a véres ruhát vitték el Jákobnak, és mutatták a szétszaggatott ruhát vérrel, egy kecskabak vérével, beszennyezve, és így vezették félre Jákobot, és elnézte a család, hogy sír, mert József el volt adva a midiánitáknak, az ismálitáknak Egyiptomba. Most ismét ott van a ruha, a felső ruha, ami a szegény embernek utolsó védelme volt, amit vissza kellett neki adni napnyugtakor. Ez volt az Isten törvénye, és ismét ez volt a tanú, a hamis tanú az ördög fiainak és az ördög munkásainak a kezében. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy az ördög tudja használni a dolgokat. Hadd szóljak arról, hogy egy gerincen, egy főgerincen vonul végig az ígénk. Mit jelent, amikor Isten vele van valakivel, és a gerincnek a másik oldala nyilvánvaló, amikor az illető is az Úrral van? Mit jelent az, amikor nem a ruha teszi az embert, hanem a lelkében, a szívében valóság az, hogy ő Istennek a gyermeke? És vice versa, igaz az, hogy Isten vele van, és ő az ő urának él, az ő urának, az ő Istenének szolgál, és nem a körülmények határozzák meg az életét, a helyzetét,
a gerincességét, a tisztaságát, a szavait, a szentségét, nem az határozza meg, hogy ki látja, hanem az, hogy ki él ő benne. Testvéreim, lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy mire kellett ezután az előszoba után, hogy ott van Potifárnál József, aki egy főember a fáraónak, a testőrök, a belső embereknek, a bodyguardoknak a parancsnoka. Hát onnan már egy lépés lett volna a fáraó házába, a fáraó palotájába jutni. És nem ez az előszoba volt rendelve Istentől, hogy innen vigyen a palotába az út. Nem ilyen fokozatosan emelkedéses, nem mindig fölfele ível, emberileg a József élettörténete. Nem. Azt olvassuk, hogy egy másik előszoba kellett. A börtön. Ahol majd találkozik a fősütőmesterrel, a főpohárnokkal József, elmondja az álmaiknak a magyarázatát, és majd álmot lát a fáraó, és nem Potifár kell beajánlja, hanem Isten munkája révén jut majd el a fáraónak a palotájába, a királynak a palotájába ez az ember. De addig vannak süllyesztők. És a mi életünkben is vannak süllyesztők. Vannak napok, és vannak periódusok. Amikor el akar süllyeszteni engem is téged a világ folyamatosan, és vannak hatalmas zuhanások, vagy lehetőségek a zuhanásra, gonosz napok. Meglátjuk az ígében. Mi történt akkor, amikor oda került Potifárhoz József? Az történt, hogy József a lélek gyümölcseit megteremte ott is. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy mit jelent, hogy József Istennek embere, Istennek szolgája, és ott van rabszolgaként, szolgaként, amolyan lélekkel teli tárgyként a Potifár udvarába. Olvasom, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Még egyszer olvasom. Oda került a Potifár házába a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség. A mértékletesség. A léleknek gyümölcse, amit naponta megtermett József. Nem azt mondta, én mit keresem a javát ennek az embernek? Ez nekem a rabtartóm. Fontossá vált neki, hogy ami az ő urának jó, azt tegye. És azt olvassuk, hogy ezt hamar észrevette Potifár. Észrevette, hogy jósággal tele áll ez az ember hozzá. Ez az ember nem akar neki rosszat. Nem kötelességből teszi meg, amit megtesz. És hozzáértéssel teszi meg. Észrevette, hogy az Úr szerencsésé teszi ezt az embert. Előre mozdítja. Figyeljétek meg a szelídséget. Gondoljátok, hogy nem beszélgetett József Potifárral? És nem beszélték meg a tennivalójukat? És nem mondhatta volna egy adott pillanatban József Potifárnak te, pontosabban uram, jöjjön vissza egy délelőtt, amikor maga reggel elmegy, jöjjön vissza, és húzódjon meg egy szobába, figyelje meg, hogy a felesége mire akar engem rávenni. Próbálja megfigyelni, és majd tegyen róla.
József szelíd volt. Lehet, hogy azt mondanánk, majd túl szelíd. Nem tudott kellőképpen vigyázni magára. Nem tudott élni a helyzettel. Isten vigyázott Józsefre. És ez a szelídsége nagyon tetszett nekem, hogy nem akart rosszat. Még ennek az asszonynak sem, ahogy teltek a napok, azt olvasunk, nem egyszer történt meg. Most mit sokat elmondhatnánk, hogy Potifár le kellett mondjon, vagy lemondhatott mindenről, nem kell gondoskodjon, ő nyugodtan elment este, reggel, és hazajött este, vagy elment éjszakára, és nem tudjuk, sok belső feladata lehetett, mint a fáraó testőrének parancsnoka, egyik főhadnagya, de azt tudjuk, hogy József nagyon tudta a mértéket. A mértékletesség ott volt. Nem élt vissza azzal, hogy hát igazán hányaveti módon foglalkozik az én uram az ő dolgaival, mindent rám bíz. Nem fürkészte azt ki, hogy mennyire forró a házasság kötésük, a kapcsolatuk, a házas életük, és nem figyelte meg, és nem akarta kihasználni a gyenge pontokat. Nem érdekelte Józsefet, hogy ezek most életközi válságban vannak, haragban vannak, együtt vannak, nincsenek. Nem ezt a lehetőséget figyelte. Ő a maga életében vigyázott arra, hogy a helyén legyen. És az ő urának szolgáljon. Figyeljétek meg, hogy nem adott helyet a gonosznak. Visszaáll az édeni rend József körül. És úgy csodált, amikor elolvashattam az első részeket a Mózes könyvéből, ugyanebből a könyvből, ott egy fa volt, amitől Isten azt mondta, hogy ehhez ne nyúlj. Itt pedig azt mondja József, te a felesége vagy, és én hozzád nem nyúlok. Az összes többit pedig nekem adta. Figyelitek, testvéreim, mit jelent Isten mellett lenni? És ő ezt a maga édenének látta. És ott volt hűséges a maga helyzetébe. Mint mondtam, nem csupán szelíd volt, nem csupán hűséges volt az ő rabtartójához, és főleg Istenéhez, legfőképpen tudta a mértéket. Eddig és tovább nem. Mindent megtehetek, de nem élek ezzel vissza. Nem testiesen gondolkodott, hanem nagyon tudta azt, hogy mi az ő tennivalója. Hogy a mértékletesség mennyire fontos, és világosan, tisztán kimondja ezt, mindent megadott nekem. Mindent a kezemre bízott az én uram. Tőlem semmit sem tiltott meg, csak téged, mert a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Isten szemével látja a dolgokat. Tiszta és világos előtte, hogy ez gonoszság. És nem mentegetőzik, hogy az nem volt gonoszság, hogy engem eladtak ide. Hát hol van az az Isten, aki ezt megengedte? És az nem gonoszság, hogy engem dolgoztatnak potyára, hogy én szolga vagyok? Figyeljétek meg, hogy mennyire Isten központú a maga viselete, nem a beszéde, amikor kell a beszéde is, de a maga viselete. Mennyire át van itatva Isten lelkétől. Mindent megadott nekem. És ez gonoszság. És a kísértés növekedik. Míg eljön a ma gonosz nap. És kedves testvéreim, arról olvasunk az Efézusi levélben,
hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Ez a külső megnyilvánulás. De az élet fejedelmének, a sötétség urának lelkei ellen, mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, Efézus 6.12, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És ezt mondja ki tisztán és világosan József a pátriárkák korában, a gonoszság ellen lépek. Ennek okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon. Vannak periódusok, amikor ki tudott térni József könnyen. Még voltak mások is a házban, még odaszólt valakihez, nem tudjuk, hogy hogyan kapott kiútat, menedéket, és eljött az a gonosz nap, amikor az ördög a körülményeket úgy sorakoztatta fel, hogy most ne legyen kiút. És akkor is van kiút. Még ha az út a börtön fele vezet. Van kiút Isten emberének. Igaz, hogy ez a kiút a börtön fele visz. De van kiút. József autentikusan, teljes egészében, integráltan Isten gyermeke marad. Nem Héber, nem csupán Ábrahám leszármazottja, Isten fia, Isten gyermeke, hittel teli ember, aki felvállalja azt, hogy inkább börtön. Nem tudta ő azt, hogy milyen vád fog jönni, de inkább börtön. Nem emlékeztet ez bennünket a kommunista diktatúrára? És még lesz. A különféle élethelyzetekben mit vállalok fel, és merre lépek? Azt is figyeljétek meg, testvéreim, hogy az az ember, aki Istennek a gyermeke, nem mentegetőzik. Nem Potifártól várja az igaz döntést. Nem azt mondja, hogy beszéljük meg. Nem kerekasztal beszélgetés, hogy most akkor hogy lesz. Hanem ráhagyja az igazságosan ítélőre, Istenre az ügyét. És most az a faktor lép működésbe, amit úgy nevezünk, hogy hit. Amikor nem okoskodok, amikor nem keresem a védőügyvédemet, amikor nem szerzek magam mellé segítőtársakat, amikor nem toborozok tábort, amikor a gyülekezetet nem párt vonalon, világi vonalon képzelem el és élem meg, hanem magamból kiindulva, magam harcéból kiindulva az Úrra bízom ügyemet. És az aranymondatot, a magamtól választott aranymondatot szeretném most elmondani, majd a gyerekek elmondják, amit a testvérek kiírtak a vezérfonalban, a Krónikák könyvében. Ez az Úr, a mi Istenünk, és az egész földön betelnek az ő ítéletei. Örüljetek egek, örvendezte föld, és mondjátok a pogányok között, az Úr uralkodik. És megtaláltam Józsefben ezt a Krónikák első könyvének 16. részéből, a 14 és 31-es versekben lévő Dávidtól származó igazságot, mondjátok a pogányok között, az Úr uralkodik. Az én Istenem most is a kezébe tartja az életemet. Sőt,
nem végsőképpen valahogy beleragaszkodik és belecsipaszkodik, uralkodva tartja azt. Úgy tartja kezébe, mint egy jogart, és uralkodik. Csak a hit mondatja ezt ki belőle. Az emberi okoskodás, az emberi vélekedmény nem. Az emberi manőverek és módszerek egészen mások. És úgy csodálom, hogy Isten lelke milyen gazdagon tudott gyümölcsözni ebben az emberben. Figyeljétek meg, hogy megszülettek a vádak. Meglettek hozzá rendezve a tanuk. Ott volt a ruha, letéve a szolgák elé, majd Potifár elé, mint a gonosz tettnek a tárgya, a bizonyítéka. Figyeljétek meg, hogy a világ mennyire tudja, hogy miként kell elrendezni a dolgokat. De ne felejtsétek el, testvéreim, az Úr uralkodik. Ne felejtsétek el, hogy Isten ítél. Ne felejtsétek el, és maradjon meg bennünk, hogy az Úr mindent megtesz, amit ő akar. Nagy az ő pogányok, ő a pogányok között, és ezt mondani fogják. Figyeljétek meg a hegygerincnek a másik oldalát. Isten mindezt eltűri. Azt is eltűri, hogy a Jákob fiai hazudjanak. Azt is eltűri, hogy rab legyen József. Azt is eltűri, hogy hamisan vádolják. De négy dologban világosan látszik, hogy vele volt. Mert József ragaszkodott az ő urához, Istenéhez, és vele volt. Nem ír az ige az ima életéről. Nem létezett még akkor Biblia tekercs. Csupán csak apjának elbeszéléséből ismerhette az urat. De megismerte, és komolyan vette, és közösség volt. József és az Úr között szoros közösség, amely a mindennapi életben valósult meg, és hogy az Úr Józseffel volt, azt látjuk arról abban, hogy az ő egyiptomi urának házában szerencséssé tette őt Isten. Előre mozdította a dolgokat. Szerencséssé tette. Azt is látjuk, hogy nem csupán bölcsességet adott neki, hanem a kitartásban megláttatta ezt Potifárral, az Úr. Világossá lett Potifár előtt, hogy ez az ember egy megbízható ember. Nyilvánvalóvá tette is, arra készítette az Úr Potifárt, hogy azt a döntést hozza meg, hogy bízza meg, legyen az ő urának házában és mezején felügyelő. És megtette minden esévé. Megtette házának urává. És azt olvassuk, hogy nem szabott határt úgy a mezőn, a földeken, mint benne a házba. Teljes uralomra emelte Potifár, mert az Úr ezt a gondolatot adta neki, és megláttatta vele. Azt is figyeljétek meg, hogy úgy fejezi ki ezt az ige, hogy kedvessé tette az Úr Potifár előtt. Mert olyan volt az ő viselkedése, hogy kedvessé tette. Harmadsorban azt olvassuk, hogy áldást bocsátott Isten ennek az embernek a házára. Áldást. Józsefért. Nem tudta megáldani Potifárt és az ő élet útját, cselekedeteit, de Józsefért megáldotta. És ezt Potifár élvezhette. Majd élvezhette az egész Egyiptom, amikor a fáraónak lett a mindenese. És áldás volt
negyed sorban. Azt olvassuk. Eljutott Potifár oda, hogy egy gondtalan ember lett, de nem ismerte meg az urat. Soha nem kérdezte meg Józsefet, József, kinek szolgálsz te? Ki a te Istened? Élvezte ezt a jólétet? Tetszett neki, hogy a felelősségtől, a gondoktól mentes, de nem tette meg azt a lépést, hogy elbeszélgessen az ő mindenesével, és lépést tegyen afelé az Úr felé. Potifárnak egy lehetősége volt a megtérésre, addig, amíg Isten eszköze József ott volt a házába. Egy hatalmas alkalom. Ő ezt gondtalan életre és meggazdagodásra használta ki. Amit majd mindent ott kellett hagyni. A gondtalan életben életet egy olyan társal kellett megosztja, aki nem volt hűséges hozzá. Nem tudjuk, hogy másokkal, hogy is, mint volt a hozzáállása. De figyelitek, testvéreim, hogy a gondtalan élet alant mennyi nyomorúsággal van teli. Amikor nem jutok el az Úrhoz, a vele való közösséghez. Amikor csak a felszínen maradok. Isten ott munkálkodott hatalmas kézzel ezáltal az ember által. De inkább hitt a maga rendszerébe Potifár. Inkább tartotta azt, hogy én Úr vagyok, ő pedig szolga. Inkább hitt a feleségének. És nem látta meg Józsefben az Isten küldöttét, azt, akivel elbeszélgethetett volna, és aki elvezethette volna az élő Istenhez. Ezt nem találta meg, mert nem is kereste. A gondtalan életet megkapta, de majd el is veszítette. József vele volt egy bizonyos ideig Potifárral, majd onnan elkerült. Hatalmas áldás volt, de a legnagyobb áldás Potifár számára nem lett valósággá, hogy megismerje az Urat. Legalábbis nem olvasunk róla. Hanem azt látjuk, hogy Isten uralkodik, kezében tartja a dolgokat, és most tessék megfigyelni a csattanót. Azt, amit Isten munkál az ő gyermekeiben, így olvassuk, mikor látja valahogy az asszony, mit mond, a maga ruháját a kezébe hagyta, és kifutott. Józsefet nem vakította meg a világ. József nem úgy nézett körül, most nincs benne senki, úgy se tudja meg senki. József úgy élt, mint aki abban a pillanatban is világosan tisztán tudta, hogy ő Isten jelenlétében van. Itt van az Úr mellettem. És ha nem is lát, úgy, mint ahogy te látsz, de itt van mellettem, világos nekem. És futott az Úrral, menekült. Az ő Ura mellett, Istene mellett maradt. Mert úgy élte meg az életét, hogy semmi nem választhat el engem az én Uramtól, Istenemtől, semmi. Senki és semmi. Mindennél fontosabb nekem ő. És futok vele.
megyek vele, ragaszkodok hozzá, hagyom a felső ruhámat, hagyom a testi vágyakat, a lehetőségeket, és én hűséges vagyok az én Uramhoz. Sújtson bár próba, érjen 100 veszély, mondja 654. számú énekünk, akkor is az Úr kezében vagyok, és mellette maradok. Nem félek, nem csüggedek el, mert hű megváltom keblére ölel. Isten békéje,
Mikor a nyáron körülbelül 10 napra távol voltam, egy olyan 1000 kilométernyire durván az otthonomtól, már a negyedik nap elkapott a honvágy. Pedig a magam jó szántából mentem, és egy behatárolt időre, de mégis ez történt. Akkor megpróbálok belegondolni, hogy mi lehetett Józsefbe, hiszen őt hirtelen elrabolták, eladták, és nem tudta, hogy lesz-e egyáltalán visszatérés. És ugye nyomorúságba került, és mikor úgy nézett ki, hogy na, alakul azért a dolog, ha már a távolba is idegenbe kellett szakadni, de azért alakul, akkor akárcsak Hüvelyk Matyi, mikor kievickélt volna egyik bajból, belepottyant a másikba, börtönbe került. Amikor azt az igét olvastam, akkor legelőször azon gondolkoztam, hogy engem a nyomorúság közelebb visz Istentől, vagy pedig eltávolodom tőle. És visszaemlékszem, hogy az életemben voltak olyan időszakok, amikor arra voltam hajlamos, hogy a nehézségek, a próbatételek hatására inkább távolodtam. Remélem, hogy ez most megváltozott, és nem így van. És ez egy jó kérdés, amit feltehetünk magunknak, hogy a nyomorúság közelebb visz Istenhez, vagy pedig elfordulok Istentől. Megfordítva is meg lehet kérdezni saját magunkat, hogy a viszonylagos gondtalanság, a viszonylagos jólét az közelebb visz Istenhez, vagy távolabb. Kimunkálja bennem a hálát, a köszönetet, a dicséretet, a dicsőítést Isten irányában, vagy pedig egy olyan lezser megszokottságba vált át mindez bennem. Két-három gondolatot még szeretnék csak tömören megemlíteni, amit megfigyeltem ebben az igében. Az az érdekes, hogy a bibliai leírás sokszor egy-egy helyzetben nem annyira az okra enged felvilágosulni, megérteni, hanem inkább a célra. És úgy látom ezt József életében is. Nem sokat foglalkozik az ige, vagy nem is nagyon engedi sejtetni, hogy mi okból történt ez, hanem inkább arra, hogy mi célból. És azt hiszem, hogy így kéne mi is hozzájunk a minket érő dolgokhoz. Annak ellenére, hogy vannak nyomorúságok, amiben belecsöppen az ember önhibáján kívül, és vannak nyomorúságok, amelyeket mi magunk választunk magunknak, de mégis sokkal inkább érdemesebb a céljára figyelni, mint az okára. És amit még megfigyeltem, hogy szintén mit munkált ki Isten Józsefbe, nem olvasunk róla, hogy valaha valaki megkérdezte volna tőle, hogy te miért vagy most szomorú? Neked most miért van olyan keskeny ábrázatod? Hogy dolgozott te egyáltalán ezt fel, hogy a papa kedvence voltál, a te törzsedben voltál, és most messzire kerültél, és így is így. Nem. Viszont ő rákérdezett, amikor a börtönben volt, akkor rákérdezett a rabtársaira, hogy hát ti meg most miért lógatjátok annyira az orrotokat, veletek mi van? És megpróbálta maga módján segíteni. Ez is egy nagyon értékes gyümölcs, amit akár a nyomorúság kimunkálhat bennünk, hogy ne annyira magunkkal legyünk elfoglalva, a magunk nyomorúságából ki se lássunk, hanem tudjunk ráfigyelni másnak a bajára. És gondolkozhatott volna úgyis József, látva azt, hogy az ő jelenléte akárhol volt, legyen az börtönben, legyen az Potifárnál, legyen azt a fáraó második emberénél, gondolkozhatott volna úgy, hogy rajtam mindenki csak profitálni akar. Belőlem mindenki csak a hasznot akarja, de nem hiszem, hogy foglalkozott ezzel. Inkább látta ő is, és ami még fontosabb, hogy látták mások is, hogy ő az áldás csatornája. És egy ilyen életmódot kívánok valamennyiünknek. Amen. Amen. Van egy közmondás a nemzetünknek, mégpedig az, hogy az alkalom szüli a tolvaj. De valóban az alkalom nem azért van, hogy tolva szüljön, hanem azért van, hogy megmutassa, hogy kik vagyunk, és mit cselekszünk. Az élet különböző dolgai megmutatják azt, hogy milyen a mi viszonyulásunk Isten fele, Istennel, és milyen a viszonyulásunk önmagunkkal szemben,
amikor is ki vagyunk téve különböző kísértéseknek, különböző élethelyzetekben. Nagyon tanulságos ez a történet, mert az Isten gyermekei jobban vannak a sátántól kísértve, mint azok, akik nem az isteni. Akik a sátán tulajdona, azoknak a sátán megadja a lehetőségeket, mert tudja, hogy ezzel a lehetőséggel élni fognak. De akik Isten tulajdonában vannak, és Istennek a gyermekei, azok mindig Istennek az akaratát, az ő gondolatát, az ő elvárását viszik végbe életükbe. Olyan jó, amikor a Róma 8.28-as sokszor felidézem magamban, melyik azt mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden az ő javukat munkája. Figyeljük meg a József életében, amikor most, bár ő Isten szerette, az alkalom nem éppen a javát munkálta abban a helyzetben, amiben volt, és amiben fog kerülni. De a legnehezebb helyzetben, amikor benn volt a börtönben, Isten szeretete munkálta benne azt, hogy felfele tekintsen, ne a sötét körülményekre. És az ő javát szolgálta. Mert a Putifár emberéből lett a fáraó első embere. A megtért bűnösből lesz Istennek gyermeke. Ez az én szívem kívánsága, hogy az maradjak, és ti is azok legyetek. Mindaddig, amíg Isten kegyelmet ad, hogy ezt a földi életet leéljük. Amen. Meg a
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánjuk, hogy Isten ígéje legyen olyan, mint a nyári zápor, amely ősszel meghozza a gyümölcsöt. Szeretettel meghívom nézőinket, hogy találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időben, és ugyanitt a Credo TV csatornáján.